üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Kint az autó még mindig szárad, ahogy látjátok ott kint. Még mindig nagyon sáros, az akkumulátort fel kell tölteni, úgyhogy még mindig nem tudom, hogy beindul-e vagy nem. De szerintem nagyon sok olyan nincsen, maximum egy kicsit ki kell takarítani. Ja, mit rázod a fejedet? Bolondozol? Mi? Nem bolondoskodjál te! Nézzük át itt a szekrényt, hogy mi jó dolog van benne. És múltkoriban, amikor készítettem ilyen kóstolós videókat, vettem egy pár dolgot, amit még a mai napig nem kóstoltunk meg. És megmutatom, hogy mit találtam benne. Figyelj, megmutatom. Amint sírről leállítani a kamerát, mutatom, mit találtam a szekrényben. Na várjál, oda nézzél, látod, hogy mi ez? Ez ilyen tengeri fű. Én azt hiszem, hogy algának hívják, nem? Ezt magyarul algának hívják. És most már jó, nem is pár hetet, talán hónapja vettem, több, két-három hónapja talán, mikor ugye készítettek ezek a kóstolós videók, na menjél! És ezt sose kóstoltuk meg. Még gondoltam, hogy, hogy most kibontom és megkóstolom, és nem tudom, mikor jár le neki az ideje, hogy valamikor meg kell lenni. Úgyhogy ilyen dobozban, hogy ez mire jó, nem tudom. Én még nem hallottam olyan embert, hogy azt mondta volna nekem, hogy ilyen tengerfűvet evett volna ebédre, vagy ebéd után, tehát még ez ilyen snack, tehát így mind a chips, vagy nem tudom, nem ilyen megkóstoljuk, nézd miben van benne. Ilyen lapokba, oda nézzük. Látod? Ez micsoda? Ez a szífű, az alga. Tudod milyen? Olyan szag van, mint a halnak. Mármint a büdös halnak. Nem annyira erős a szaga. Még én illatokat annyira ugye nem érzek, de mi a, te is idejesz, meg akarod szagolni? Várjál, felveszek a Davis-t is. Gyere, be is szagoljál! Elég érdekes a szaga, az ízét meg még nem tudjuk. Szagold. Ne nyaljad! Egy kicsit hasonló, nem is tudom, hogy mi, talán a sushihoz. Na megnyaljuk, vagy megesszük. Nyal. Milyen? Na papír, komolyan mondom, na papír. Ezt ne vesszük meg, te! Haraptál belőle? Ne is nézd el. Na milyen? Mi megállapodhatjuk, hogy ez az algaszi tengeri fő, ez nem jó. Én ezt nem tudom, hogy tudják megenni. Én azt mondom, hogy ez ilyen kínai valami, látod, mert kínai van rájva. Ja, gyere, ígyunk rá valamit. Úgyhogy ezt a tengeri füvet azt mondja, hogy kidobjuk. Mi megy a tévébe? Ja, verekednek, mik ezek? Robotok? Mi ez? A Transformers? Ez nem a Transformers, ez a Transformers. Mi a helyzet? Hát gyere, nyuszi, gyere. Ahogy most készülődünk és nem más vagyunk, mint boltba fogunk menni. De nem a rendes boltba, hanem abba a boltba, ahol lehet kapni a tejámat. Ugyanis kifagytunk a tejámból. Ebből a baracos tejából, úgyhogy el kell menni és kell venni egy pár dobozzal. Leveszem a fölsőmet, mert te olyan meleg van, komolyan mondom, azt hittem, hogy nem lesz ilyen meleg. Melegebb van, mint tegnap. Te! Ami nem tudom, hogy látod-e vagy nem, de mellettünk itt ez az épület, amit mutattam így az előbb. Várj, mutatom még egyszer. Képzeld, befejezték. A héten befejezték. Látod? Ezt itt, ott. És laknak már be emberek. Képzeld, be is költöztek. A héten is már költöztek be. Emlékeztek, mikor mondtam nektek? Körülbelül mikor? Egy hónapja, két hónapja, még itt álltak a daruk meg minden, mondtam, hogy nem fogják befejezni, mert ugye szeptember végére ígérték, október elejére, és mondtam, hogy nem fogják ezt befejezni, és befejezték. Mindent. Elvittek mindent, megcsinálták a kertet, az emberek meg költöznek be. Úgyhogy elég gyorsak voltak itt. Na minden. Úgyhogy menjünk, aztán menjünk teját. 29, látod, 29 fok van. Te, még az autó kint állt a napon, úgyhogy lehet, hogy azért van egy kicsit melegebb így az autón, de jön az eső. Látod, kezd felősödni, és esni fog az eső, úgy néz. Megjöttünk. Davis éppen valamit majszol. Azt mondja neki róla is, hogy a felső, mert meleg van. Amúgy oda néz, látod? Jön ez a felső.
Úgyhogy, na, a mozzától akartam amúgy vinni a délután megint egyet a feleségemmel, de úgy néz ki, hogy ebben nem lesz semmi sem. Ma legközelebb, majd lájövő héten. Mit? Mit mondasz? Nem. Yes? Na, elmozzuk a babakocsit, mert belerakjuk a kosárba. Mármi nem a kosárba, hanem abba a tolos kosárba, oda, oda a gyerektartóba. Ja, a gyerektartóba, nem a babakocsiba. Gyere! Na, erre gyere. Már lerakjuk a kamerát. Úgy, húzzad! Hoppá! Aj, visszik a kamerát is. Nem, bezárjuk az ajtót, nehogy nem. Aztán bemegyünk oda a boltba, a túloldalra át kell sétálni, tehát még ebbe a felső parkolóba. Hú, de éget a nap. Tudod, ez mit jelent? Tudod, mit jelent, hogyha nagyon éget a nap? Azt jelenti, hogy esni fog az es. Látod, ezt a teját iszom. Ezt. Megfogod? Na, tartsad. Veszünk bele egy párat, jó? Úgy, rakjad bele, oda. De visz az, hogy nem iszik teját amúgy. Ja, én nem kérem most, majd otthon. De van aztán, mennyi van benne? 12 van benne? Nem, 10 darab van benne, látod? 10 darab baracos teja. Rakszál meleg vizet és megiszod. Ugye? Oda dobd a kosárba. Oda nézzi, milyen chips. Kókuszos. Chips, azt hiszem, kokonát látod te. Aztán mi van még itten? Ja. Nézzük a chipseket. Milyen chipset kész, mi? Mit? Menjünk tovább. Megvan minden, úgyhogy mehetünk, amúgy hozzáértünk. Nagyon jössz, jössz vagy nem jössz? Erre, gyere, gyere, gyere. Nézd, tele a babakocsi megint mindenféle fajta cucca, szatyorra. Úgyhogy ezt most betoljuk. Aztán utána hova megyünk? Elmegyünk a parkba egyet? Hm? El akarsz menni a parkba? Elmegyünk labdázni, mi? Ja, és ezt hazaviszik a cuccatba és felviszik az emeletre. Várj, ez az ajtót. A parkba, ahogy látjátok, a Davis rohangál össze-vissza. Hova mész? Mi nyuszi? Hova mész? Nem felejtettük a labdát az autóba. Úgyhogy a feleségem elment és elhozza. Én meg a szövegemet is otthon felejtettem amúgy. Amúgy itt van sokféle fajta hinta. Például itt egy ilyen hinta, lehet, hogy ilyet még nem láthatok. Látod milyen hinta? Ez tolókocsisoknak van. Tehát hogyha nem tudsz, ja. Mutatjuk. Hogyha véletlen tolókocsiba vagy és nem tudsz ugye menni, belerakod a tolókocsit ebbe és tudsz vele hintázni. Aztán van itt egy rendes hinta, van itt egy nagy focipálya, csak közben futok a Davis után, mert a feleségem nincsen. Hoppá! Vigyázzál! Jó vagy? Hm? Megütötted magad? Meg! Meg? Áh! Lefújjuk! Adunk le egy kiszit, aztán mehetsz tovább, jó? De ne menjél túl messzire! Ja! Aztán itt van egy ilyen park is, van egy ilyen gördeszkapálya, az mellett van egy ilyen biciklipálya, ahol ki vannak rakva a táblák, hogy kinek van elsőbsége, meg itt tanítják a gyerekeket, hogy hogyan kell ugye biciklizni, meg autózni, meg mit kell nézni. Aztán van itt egy ilyen mászók, amivel fel lehet mászni, ilyen fal. Az meg egy ülőke, de meg le lehet ülni. Hm? Le akarsz ülni? Úgy látod, hogy le van kerítve körbe a park, hogy nagyon a gyerek ki tudjon futni az utcára. Itt ez a bevásár, ez a, ahol néha szokunk járni. Ja, menjél visszafelé. Aztán itt van még egy könyvtár is, ott azon a részen, ahol bejöttünk, majd ahol lehet, hogy bemegyünk. Mi? Lukasszel visszajövünk, aztán majd egyszer bemegyünk a könyvtárba, és Lukasz nagyon szeret így a könyveket. Hova mész? Na mit csinálsz? Mit csinálsz? Elbrúttál mind a tök, mi? Fel akart menni itt ezen a nagy dombon. Ja, vigyázzál! Oda nézni van itt, ide hozhatod vissza a könyvet, hogyha bezárt a könyvtár, és elkéstél vele. Oda bedobod, aztán mész haza. Átmink ide a túloldalra, ott van egy ilyen nagyobb hely, ahol lehet rongálni, azt a tudunk labdázni, és a Davis mindig megy a, oda, ahol van az a kerítés, és nagy véletlen kimenjen a labda, azt az autónak neki megy. Na nézd, itt vagyunk a bicikliparkban, látod, itt lehet körül menni, fel vannak festve a csikok, ide minden felé, ott egy benzinkút, itt van, hogy ki van írva, merre lehet menni, ott van, hogy kinek kell elsőbséget adni, ott a stop távolon kinek kell megállni, itt meg le lehet parkolni.
Az előbb itt voltak a gyerekek, de elmentek haza. Na, Davis megint megy a bokrosba. Te! Annyi az előbb akkor átesett, hogy bevette a fejét. De meg sem bukkant, képzeld el. Ajjajjaj! És nem máshogy most csinálni, mint meg fogjuk nézni, hogy működik ez az autó. Ja, ne fogd az, ez tiszta sár, te! Végre megszáradt. De oda nézzél. Mindenhova ide lement. Ne! Meg kell kicsit mosogatni. Feltöltöttem ezeket az akkumulátorokat. Ja, ott a timeline-t, majd mindjárt leveszünk volna itt, jó? Úgyhogy várj, gyorsan lerakom az akkumulátort, vagy az elemet. Aztán nézzük, hogy működik-e. Látod, ilyen szép nagyon sáros. Belemegy az akkumulátor. Reméljük, hogy jó irányba. Ne, hagyd a kamerát! Nyuszi! Mindig el akarja vinni a kamerát. Nem az a baj, hogy el akarja vinni a baj, vagy nem az a baj, hogy el akarja vinni a kamerát, hanem az a baj, hogy ha véletlenül ledobja a kamerát, akkor holnap nem lesz videó. Mit csinál? Teszed le! Na! Hol ez a... Ja, ne tologassad, ez nem olyan autó, hogy tologatjuk. Na, melyiket kell beindítani, az autót, vagy ezt? Elfelejtettem. Mindegy, mindjárt megnézzük. Beindítjuk ezt, utána beindítjuk ezt is. Na, nem működik? Nem megy. Tegyük le azt a kamerát ide. Na, a távirányítót meg ad nekem, légy szíves. Na, miért nem működik? Itt pislog benne ez a lámpa, legalábbis én úgy látom, hogy van, hogy pislog benne. Ja, de nem akar működni, miért nem? Na, működik az autó, képzeld el! De én hozz vissza a távirányítót! Hallod? Gyere vissza, vagy nyomd meg a gombot. Nyomjál meg rajta valami. Gyere ide. Működik. Megnyomtam, és pörgött a kerék, úgyhogy szerintem kiszáradt, vagy nem tudom. Ja, add ide. Nézd, megmutatjuk nekik, látod? Látod? Mind a ventilátor. Nem kell félni tőle, Nyuszi. Nem bánt téged. Látod? Csúnya autó. Látod? Ja. Megijedtél tőle? Nem bánt. Ja. Látod, ha így megnyomjuk, akkor szépen lehet vele menni. Puff, előre, hátra, látod, minden felé. Megvett az autó a kamerának, képzeld el, és az utolsó felvétel elveszett, ugyanis a kamera egy puff elborult, pörgött kettőt, úgyhogy ezt a felvételt nem látjátok, de én sem, mert visszanéztem, nincsen meg. Amúgy mutatom, milyen úgy tud itt pörögni, mintha a jégen menni az autó itt ezen. Mutatom. Látod? Oda néz! Hoppá! Hoppá! Rá a szőnyegre! Jujj! Hoppá! Na, kijátszottuk magunkat. Rendben van? Oda tett a ványtós autód. Úgyhogy most nem más kell csinálni, mint össze kell takarítani, még miért a feleségem visszajön, és elment zuhanyzani. Oda néz, mi történt. A sok sár darab minden lejött az autóra, úgyhogy... Olyan lett a szőnyeg is! Ja! Hozzuk azt a porszívót, jó? Gyorsan összeporszívózik, aztán senki nem látott semmit. Megvan a porszívó, úgyhogy gyorsan porszívózni, mielőtt a feleségem kijön. Ja, te fogod porszívózni? Ja, de nem úgy kell azzal porszívózni, Nyuszi. Most hol? Ne vidd még vissza, hát ezt fel kell porszívózni. Na figyelj, háromra indul. Egy, kettő... Akkor porciózzál te! Nekem adod? Köszönöm! Na, porciózz a fény! Tehát, mit csinálsz? Nagyon... Na, nem tudjuk eldönteni, hogy ki porciózzon, meg hogy ki filmezzen. Úgyhogy most mi van? Hol van? Hol vagy? Ne engem porciózzál! Ne! Vieske! Ott, a földet kell fölporciózni. Ja, nekem adod? Na, add ide! Köszönöm! Gyere, porszívózzunk itt akkor, jó? Felporszívóztunk, de nem a picivel, elő kellett venni a nagyot, ugyanis a pici semmit nem porszívózott fel. Aztán felporszívóztam akkor az egész házat.
a házat, a lakást, az egészen így, ezt a kinti részt nem tartott sokáig. Ez olyan a kis házban vagy a lakásban, hogy 5 perc alatt végzel, legalábbis úgy nagyjából, hogyha nem akarsz elporszívozni, ugye itt a, ott, a, ott alatta, meg a tévé alatt, meg mindenhol, csak így a nagyját ugye, mert éppen látod. Úgyhogy nagyon gyorsan végeztem vele. Mi most mit fogunk csinálni? Mi? Nézzünk valamit a tévébe, vagy játszunk, vagy mit csinálunk? Hm? Ugye a Davis élvező, hogyha kimegy a szabadba rohangálni, ide az erkélyt is látom, ide is nagyon szeret kijárni. Csak az a baj, hogy azért itt figyelni kell, és egyedül nem tud ide kiengedni. Bár, hogyha lakát, nem lakás, vagy házba költöző, ott se lehet azért egyedül nagyon még kiengedni, ugye, mert attól fog, hogy jól költöző, sose lehet tudni, hogy jön a kígyó, vagy a pók, vagy akármi élet, aztán ki tudna milyen. Úgyhogy azért figyelni kell rá. Mit teszel? Mit találtál? Szemetet? Na ugye? Addig is, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézik ezt a videót, mert megint jól elhallgattam. Na, sziasztok! Yeah. Yeah, bye! 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 Szia!